Showtime! Sziasztok! Szemmelweis Ignác vagyok, én foglak beavatni titeket a rólam elnevezett egyetem titkaiba. Próbálom felvenni a 21. századi ritmust, de ha ez nem mindig jön össze, mosom kezeim. Első utunk a középkorba vezet. Akkoriban nem csak az uralkodók hordtak olyan látványos hatalmi jelvényeket, mint a jogar és a tisztséglánc. A nagyobb egyetemi összejöveteleken az egyetemek vezetői is ezekkel reprezentáltak. Nézzük meg közelebbről a jogart. A ma is használt jogarunk az egyetem jogelődjének, a Nagyszombati Egyetem orvoskarának készült 1772-ben. A ceremóniákon díszruhába öltözött iskolai szolgák vitték a rektor és a dékánok előtt. Ma már hajdu öltözékbe bújt hallgatók vonulnak a jogarral. Az ünnepségeken többnyire egy másolatot használnak. De különleges alkalmakkor felbukkan az igazi. A díszboton három aranyos kis szent látható. Kíváncsi vagyok, hány karátosak. Lássuk a láncot. Az egyetem vezetői által viselt láncok is igazi antik darabok. 1819-ben első Ferenc készítette el a rektori és a négy dékáni láncot a Pesti Egyetem akkori karainak, a medálba pedig a szerény király az önarcképét rakatta. Ebből a kis kiegészítőből sem veszik ám fel az eredetit akármikor. És most jön a kedvencem, a talár. Már a középkorban minden ház, akarom mondani, minden kar más színű köpenyt hordott, és a tanárok meg a diákok talárja is különbözött. A köpeny mutatta meg, hogy a végzett doktorok mások, mint a muglik, pardon, a laikusok. Úgy tűnik, hogy a magiszter sapka és a talár sosem megy ki a divatból. Ennyi elég is mára, ne feledjétek, kezeket a klórméz alá! Még több Semmelweis videóért kövessétek az egyetem csatornáját. Viszlát!